Már lehet időpontot kérni a feleslegessé vált holmik ingyenes elszállításához. Legegyszerűbben az éjak honlapján keresztül lehet regisztrálni, de e-mailben vagy telefonon is gyorsan egyeztethető az időpont. Fontos, hogy a szolgáltatást csak az veheti igénybe, aki a közszolgáltató nyilvántartásában is szerepel. Elsődlegesen ugye kollégánkkal e, időpontot kell egyeztetni, hogy mikor végezzük el a lontalanítást. A megállapodott időpontban nem konténert helyezünk ki, hanem a hulladékgyűjtő autónk megy oda az adott időpontban. Ugye a hulladékokat e, maximum két köbméteres mértékig nem közterületen, hanem saját portán belül kell elhelyezni, Természetesen igényeljük a személyes jelenlétet, tehát akinek az ingatlanánál vagyunk, az megmutatja a kollégáknak, hogy itt ez a kihelyezett lomhulladék, ezt kell bepakolni, ők bepakolják a kukásautóba, ügyfelünk aláírással igazolja, hogy megtörtént a lomtalanítás, és mindenki megy útjára. Míg a kertes házaknál a hulladékgyűjtő autóba pakolják a lomot, addig a társasházakhoz konténert lehet rendelni. Itt a lakóközösség képviselője egyeztet időpontot, de emellett a városüzemeltetés közterület használati engedélyét is be kell szerezni. A szolgáltató arra hívja fel a figyelmet, hogy a lomtalanítással nem lehet minden feleslegessé vált hulladéktól megszabadulni. A lomhulladék elméletileg azokat a hulladékokat jelenti, ami a háztartási vegyes hulladékba, a kukába kerülhetne, de méreténél fogva nem fér be oda. Tehát ezek ilyen bútorok, kisbútorok, ruhák akár, mindenféle ilyen háztartási. Kidobásra ítélt lom. Van néhány olyan dolog, amit viszont nem tartozik a lomhulladék fogalmába. Tehát ilyen például a vegyes hulladék, szerves hulladék, szerves anyagot tartalmazó hulladék, akár uh, ipari kereskedelmi tevékenységből, tehát nem magánszemélytől uh, származó hulladék, mezőgazdasági tevékenységből származó hulladékok, ezek nem uh, kerülhetnek bele a lomtalanításba, tehát ezt nem is fogjuk uh, elhozni a lomtalanítás során. Építési törmelék vagy építkezésből megmaradt ezek sem ö, kerülhetnek bele a lomtalanításba. Vannak erre különböző ö, lehetőségek, ahol a lakosság ezeket elhelyez, elhelyezheti. Mindenkit bátorítok a Nyíregyházán található két hulladékudvarunk és a Máté-szalkán található hulladékudvarunk ingyenes igénybevételére. A házhoz kérhető lomtalanítást 2020-ban vezette be az éjak. Korábban ugyanis a közterületen felgyülemlett lomok sokáig szétszorva hevertek a gyűjtőpontokon és azok környezetében. A szolgáltató szerint az időpont egyeztetés ugyan nagyobb együttműködést kíván az ügyfelektől, mégis komfortosabb és rendezettebb körülmények között zajlik a lomtalanítás.